Úgy is leültetek volna. Nem nehéz engedelmeskedni. Én azt mondanám, álljatok föl. De nem mondtam. Na, csak mondtam, mi lenne. Ismeritek a bére a beliekkel kapcsolatos közkeletű igaz bére a beliek? Mit? De, dehogy is. Az a silámbeliek. Bére a beliek, nem ugrik? Úgy van, hogy úgy vannak-e? Na, igen, tehát őrőlük ugye terjedt el, illetve Apcsel írja, hogy nemesebb lelkőek voltak, mert ők kutatták az írásokat, amikor Pál beszélt nekik akkor még idegen dolgokról, hogy úgy vannak-e. És ugye szokás ugye példaként emlegetni a bére a belieknek ezt a fajta mentalitását, pedig persze addig, hogy mondjam, emlegetjük a bére a belieket, amíg a mi tabuinkat nem kezdik esetleg, vagy kezdi ez a gondolkodás, hát kutogatni, hogy úgy vannak-e. Na, az 1 Mózes 2-től olvasnám, a 8. tehát 1 Mózes 2, 8, hát elég könnyű oda találnotok. Ültetett az Úristen egy kertet az Édenben keleten, és ott helyezte el az embert, akit formált. Mert hogy ura előtte is nem megformálta az Úristen az embert. A föld porából és az élet leheletét lehelte az órába, így lett az ember élő lényé. Ültetett az Úristen egy kertet Édenben keleten, és ott helyezte el az embert, akit formált. Sarjasztott az Úristen a termőföldből mindenféle fát, szemre kívánatosat és elederre jót, az élet fáját is, a kert közepén meg a jó és rossz tudásának a fáját. 15-ös fogta Úristen az embert, és elhelyezte az Éden kertjében, hogy azt művelje és őrizze. Ezt parancsolta az Úristen az embernek, a kert minden fájáról szabadon ehetsz, de a jó és rossz tudásának fájáról nem ehetsz, mert ha eszel róla, meg kell halnod. Megint ugrok, 24-es, kihagyjuk az asszonyi dolgokat. Ezért elhagyja az apját és az anyját, a férfi, és ragaszkodik a feleségéhez, és lesznek egy testé. Még mind a ketten mesztelenek voltak az ember és a felesége, de nem szégyelték magukat. Hát nem szégyelitek magatokat, szoktuk mondani. Na, oké, hát a kezdetbe. Szóval most olvastam egy, talán 3. század, vagy 4. században ból egy akkori a testvérünknek a prédikáciát. Annyira tetszik, amikor mondja azt, hogy az Isten teremtése, tehát ahogy ő teremtette a világot, tehát hogy az ő szavával, hogy legyen, aztán lett, hogy ez nem Istennek a hatalmát mutatja, hanem valójában ez Istennek a, hogy mondjam, a leggyengébb megnyilvánulása. Tehát, hogy ez nem az ő erejének a csúcsa, hogy ő egy világot teremtett, meg korszakokat, meg a nem létezőt létezőként. Ez valójában Istennek úgymond a leggyengébb megnyilvánulása, hiszen ez csak úgy szavával megalkotta. De ez csak úgy mellékesen. Nagyon tetszik ez a gondolat. Na, miután Isten ezt a világot megteremti, akkor, hogy úgy mondjam, működési procedúrát vált, és ez a fajta, hogy ő a trónon, vagy valami fajta helyből, amit még itt nem látunk tőle, szól és lesz. És úgymond távolról hozza létre a dolgokat, Isten az ember teremtésénél ütemet vált, és azon megírva 7. verszak, hogy megformálta az Úristen az embert. Ez már egy ilyen kézi munka, mint amikor az agyagos formája az edény. Tehát ott már Isten jelen van. És aztán azt olvassuk, hogy ültetett az Úristen egy kertet. Magozott szó szerint, tehát ez mondja Héber, hogy magokat dugdosott Isten a földbe. Ugye ez egy más dolog, mint amit a 3. napon, amikor Isten azt mondta, hogy legyenek növények, meg gyümölcstermőfák, és akkor úgy lett. Itt Isten maga kertészkedett, és beledugott magokat a kertbe, amit ő ültetett. Tehát van egy kert, amit Isten maga plántált. És az van megírva utána, hogy oda helyezte az embert. Az meg egy olyan dolog, mintha szó szerint én, mintha ezt a Bibliámat fognám, és mondjuk oda helyezem valamelyik ötökölébe. Tehát megfogom, akit éppen alkottam, nem tudom, mit csinált ott Ádám éppen ebben a pillanatban, megfogja Isten, és beleteszi a kertbe, amit Isten előtte plántált. És utána pedig az van megírva, hogy sarjasztott az Úristen a termőföldből, tehát azokból a magokból Isten aztán elősarjasztott mindenféle fát, és aztán ugye itt van az a két faj is, az élet fája és a jó és a rossz tudásának a fája. Tehát ez a négy dolog, amit Isten csinál, formálta az embert, ültetett egy kertet, oda helyezte az embert, és aztán sarjasztotta ezeket a növényeket, ezek úgy Istennek már ilyen nagyon közvetlen alkotásai, ahol az ő keze közvetlenül érinti
és az ő munkája. Az, hogy ő sarjasztotta, ugyanez a szó, ugyanaz, mint amikor a majd a héber emberek gondozzák a kertet, tehát öntözik, stb. Stb. Hát nyilván Isten nem kannával öntözgetett, feltételezem modernebb eszközei vannak erre, de lényegében ő sarjasztotta, és ezek a növények, ezek nem úgy jöttek létre, mint előtte azok, amiket Isten gabonaként, maghozófüvekként, gyümölcsökként egyszer csak megalkotta, hanem maga Isten ezeket úgy előhozza. És benne van egy nüansznyi különbség, ami nagyon lényeges, az, hogy Ádám ebben a kertben nő föl. Tehát együtt, illetve nem nő föl, Ádám együtt van Istennel, miközben Isten ezeket a fákat neveli, az összes többit is, és benne ezt a speciális kettőt, Ádám ezeknek a fáknak a növekedésének szemtanúja. Együtt dolgozik Istennel, és miközben a növényzet nagy része már elkészült, Ádám szemtanúja annak, hogy ez a külön kis kert, ez nem Éden, Éden egy hatalmas kiterjedésű terület, és Éden kertje az egy kicsi terület. Az, amit maga Isten plántál és sarjaszt a földből. Tehát ezt hívjuk Éden kertjének, ez egy elég kicsi terület az Édenhez képest, ami szerintem földrajzi vagy földrésznyi terület lehetett abban az időben. Éden kertje egy pici terület volt, azzal a specialitással, hogy Ádám szemei be tudták azt látni. És tudta, hogy az itt sarjadó növényeket maga a mindenható Isten magozta el, és ezek a magok különleges magok voltak, nem megszokott fákkal és nem megszokott gyümölcsökkel rajta. Még speciálisabban ugye, van ugye az van megírva, hogy a kert közepén elhelyezte az élet fáját is. Az van megírva. Később kiderül majd a szöveg környezetből, hogy a kert közepén kettő darab fa van, az életfája és a jó és a rossz tudásának a fája. Azok mind kitűntek. Tehát Isten kitüntető szerepet helyezett ezekbe a fákba. Na és akkor itt vagyunk ezen a történetem, és miközben az Isten által ültetett, magukból kihajtott növények mindegytől egyig kívánatosak voltak, ez a két fa kitűnt mind közül. És ott van Ádám, aki az életének ezt a szakaszát, nem tudjuk ez mennyi időszak lehetett, nem mai értelemben ment akkor ott az idő, tehát lehet, hogy a mi értelmünkben ez évszázadok teltek el, de az is lehet, hogy csak néhány év, néhány nap, néhány óra, nem tudjuk. Minden esetre Ádám látta ezeknek a magoknak a kikelését, és látta azt, hogy ezek úgy kikelnek, és ugye jött is a parancs Istentől, hogy Isten odahelyezte, és aztán azt mondta, hogy nézd, én neveltem, de te őrizzel. És akkor ugye ez a munkamegosztás jön létre, és továbbra is műveljed, gondozzad, és azt mondta Isten, hogy bátran ehetsz mindegyik gyümölcsről, egyetlen fa kivételével, a jó és a rossz tudás fa kivételével, mert ha eszel róla, azt mondja, meg kell halnod. És aztán látjuk a végállapotot, hogy Ádám és Éva itt éli az életét, ott van Évával, a feleségével, és úgy jól elvannak ebben a piknikben, amit ők megélveznek, és mesztelenek, és nem zavarja őket, és úgy elvannak ebben a dologban. Na hát ebbe ugye jön bele a kígyó. A kígyó pedig ravaszabb volt minden mezei állatnál, amit az Úr Isten alkotott, ezt kérdezte az asszonytól, csak ugyanazt mondta az Isten, hogy a kert egyetlen fájáról sem mehettek. Emlékeztek, ez az a kert, amit Isten sarjasztott. Az asszony így felelt a kígyónak, a kert fájának gyümölcséből lehetünk. Csak annak a fának a gyümölcséből, amely a kert közepén van, itt derül ki, ugye, hogy a jó és rossz tudás fája is ott van a kert közepén. Azt mondja, arról nem ehetünk, nem ehettek abból, ne is érintsek, itt ugye kicsit már túlosz hazudik, mert meghaltok. De a kígyó azt mondta az asszonynak, de hogy haltok meg, hiszen jól tudja az Isten, ha esztek belőle, megnyílik a szemetek, és olyanok lesztek, mint az Isten. Tudni fogjátok, hogy mi a jó és mi a rossz. Hát, szitu ismert. Megették, ugye, hetedik verszak, megették ugye a gyümölcsét, és ekkor megnyílt mindkettőjük szeme, mármint Ádám és Évái, észrevették, hogy mesztelenek. Ekkor fügefa leveleket fűztek össze, és ágyékkötőket készítettek maguknak. Lapozok az én Bibliámban, ugyanennek a résznek a végén. Isten, hogy mondjam, így visszaigazolja, ez nagyon érdekes, Sátán szavait. Nézzétek csak, a 22. verszakban azt olvastuk. Azután az Úr ezt mondta az Úr Isten. Íme az ember olyanná lett, mint mi közülünk egy. Tudja, mi a jó és mi a rossz. Most azért, hogy ne szakítson, ne nyújtsa ki a kezét és ne szakíthatson az élet fájáról is, hogy egyék és örök éljen, Isten kiűzi. Visszaigazolja. Mert ugye kimondta az, hogy olyanok lesztek, mint Isten. Jónak és rossznak tudói. Ezt kimondta. Mit? Hát kígyó, így van. És hogy nem hazudott, mert azt mondja, tehát a 3-5-ben, hanem jól tudja az Isten, mondja a kígyó, ha esztek belőle, megnyílik a szemetek, és olyanok lesztek, mint Isten. És azt mondja Isten utána,
Íme az ember evett róla, és olyan lett, mint mi közülünk egy. Tehát Sátán hazudott? Nem. Na most az a kérdés, akkor ez mit jelent? Hogy olyanok, mint Isten. Milyen üzenetet hordoz ez számunkra? Nem tagadom, ez egy nagyon, hogy mondjam, amit most mondok, ez inkább egyfajta ilyen, nem tudom, minek nevezzem, ilyen, ugye, voltatok már Tesco-ban, amikor belépsz a kapon, és akkor ott osztogatják az újfajta sajtot, ingyen. Azt csináltuk a gyerekeinkkel, múlt később visszamentünk egy párszor. Megettünk hozzá, adtak hozzá talán valami zöldséget is, úgyhogy megettünk egy rakatot. Na hát ez kicsit ilyen. Majd esetleg egyszer hosszabban beszélek róla, de egy pár tabut én ledöntenék ezzel kapcsolatosan. Átlépnék pár gondolatot. Azt mondanám nektek, Ádám és Éva ugye mesztelem, hogy ez tény. Tehát ezt a Szentírás nem ahhoz köti, ezt a tényállapotot, hogy ők vétkeznek és hóhirtelen letűnik róluk valami dicsőségruha. Általában ugye ezt szokták mondani, hogy a dicsőség miatt nem látták. Ez ebben a formában nem igaz. Ők mesztelenek voltak. Nem a bűn miatt lettek mesztelenek, ők mesztelenek. Az, hogy ez nem jutott a tudatukhoz, ez egy más kérdés, de ez egy tény. Hogy mit jelent, majd mindjárt visszatérek rá. Hogy ez mit jelent. És hogy az, amit mondott Sátán, hogy olyanok lesztek, mint az Isten. Tehát magyarán Isten olyan dolgokat rejtett el ebben a történetben, amik sokkal tovább mutatnak, mint az, hogy vétkeztett Ádám, és aztán attól kezdve jött a bűn, meg halál, és akkor milyen buta volt Ádám, hogy ezt az egyetlen szem parancsot, amit olyan könnyű lett volna megtartani, áthágta, és akkor stb. Stb. És akkor ugye ezek olyan nagyon egydimenziós gondolatok, ennél sokkal-sokkal több van itt, nagyon rögtön és nagyon mélyen bele tudnánk menni Krisztus személyhez ebben a dologban. Egyszer, ha Isten megengedi, akkor beszélek nektek erről a bibliaiskolán. De a lényeg az, amit én mondani szeretnék, az, hogy Ádám természetében az a mesztelenség, hogy ő alaphelyzetben Évával mesztelen, ez hordoz egy üzenetet. És ennek az üzenetnek a lényege, ami a Szentírásban rendszeresen visszatér. Sőt, Pál tanít róla az 1 Korintus 15-ben, amikor összehasonlítja az ádámi fajt és a krisztusi fajt. Azt mondja, az egyik fajta ember ugye a földből való, milyen? Földi, a másik a mennyből való, mennyei. És ezt ott megsemlegeti a bűnt. Tehát ott nincs semmi dolog. Ádám földből való, porból való. Mert hát ez van megírva. Nincs még bűn, meg semmi. Mégis az van megírva, hogy porból van. És a Szentírásban ez egy visszatérő gondolat, hogy porból van. Ott van például Nyeste Zsolti kedvenc igéje, a 104-es Zsoltár. Amikor Isten leírja a tengereket, meg hogy játszadozik a szethalakkal, meg stb. Azt mondja, visszavonja a szellemét, porrá lesznek ispét. A minden, ami emberi, ami a földből való, az porból van, és visszatér a porba. Amikor Ádámról azt mondja a Biblia, hogy bizony por vagy te, és vissza fogsz térni a porba, ez nem a bűn következménye, hanem ez Ádám természetének a része. És amikor megeszik a jó és rossz tudás fájának a gyümölcsét, és észreveszik, ugye ez az első dolog, hogy szembesülnek egy dologgal, amit előtte már tényállapotként megállapított a Biblia, még nincs bűn, meg nincs vétek, meg nincs még az Isten szavának az áthágása, de már van mesztelenség. Csak annak a felismerése nincs. A mesztelenség azt jelenti, hogy Ádám és Éva életébe bejön valami olyan fölismerés, aminek addig nem voltak birtokában, és ez pedig az, hogy visszatérnek a porba. A mesztelenség felismerése az, hogy az ember alkalmas arra, mivel porból vétetett, ezért a bűntől függetlenül Ádám már alkalmas arra, hogy a porba visszatérjen. Nem a bűn miatt és a vétek miatt kerül ez az állapot az ember életébe, hanem ez egy olyan dolog, amit Isten odaadott az embernek. Belejezte Isten az embert egy állapotba, amely állapotot úgy hozott létre Isten az ember számára, hogy nem adta oda hozzá a tudást, hogy ez az állapotnak mi a maga állapotnak a lényege. Na, Isten azt mondta, figyelj ide, van két ajtó, amin keresztül a valóságot megismerheted, és döntsd el melyik. És mind a két ajtónak kimész, valami valóságot, meg fogod ismerni a valóságot. A megismerés útja lesz nagyon-nagyon különböző. Ha meg akarod ismerni a valóságot, akkor az egyik út az, hogy eszed az élet fájáról, szó szerint egyébként úgy van az életében, hogy életek fája, duálisban, két életről van szó, ott is kétfajta állapot van, jó élet és életfája, a másik fa pedig a jó és rossz tudás fája. Mind a kettő egy duális lényegében, kétszeres. És Isten azt mondta, hogy ebből az állapotból, amiben benne vagy, és amit élvezel, két ajtó vezet ki. Ha fel akarod ismerni a valóságot, mint a Mátrixban,
két tabletta van. Melyiket akarod bevenni? Akarsz-e továbbra is tudatlanságban maradni? És bármilyen furcsa, ez az életfájának a gyümölcse, hogy úgy élvezheted a por állapot kikerülését, hogy valójában nem tudod, mit jelent ennek a lényege, vagy megeszed a jó és rossz tudás fáját, és akkor meghalsz. De nem a bűn következménye miatt halsz meg, hanem mert az életfájának a gyümölcse az élet. A jó és rossz tudás fájának a gyümölcse a halál. Nem a következménye, az a állapot. Hogy megismered a halált. És ez a pont az, ahol Sátán tudott valamit. Hogyha megeszed az élet fájáról való gyümölcsöt, akkor most ezt én teszem hozzá, olyanok lesztek, mint az angyalok. Azt mondja Jézus, amikor beszél arról, hogy majd a feltámadás fiai lesztek, olyanok lesztek, mint az angyalok. Meg sem halhattok. Nem tudod, mit jelent a halál. Kikerülsz valami olyan igazságot, amely valójában gazdagít téged, és ez pedig a halál. De nem akármilyen halál, nem a biológiai halál, hanem egy olyan halál, amit Isten speciálisan elhelyezett egyszer a világ mindenség, világ történelemben valakinek az életébe, és ez Krisztusnak a halála. És Isten azt mondta, hogy az angyaloknak ezt nem adom oda, ezért ők nem kóstolják sohasem meg a halálnak semmilyen formáját. Úgy vannak örök életben, hogy valójában megfosztja őket Isten valami olyan ismerettől, amit viszont Isten birtokol, és csak azoknak akarja odaadni, akik kiváltságosok. És ezért mondja Sátán, hogy ha eszel arról a fáról, akkor olyan leszel, mint Isten, jónak és rossznak tudója. Igen, ám, csak jónak és rossznak a tudása, az egy olyan ismeret birtokkal, nem arról van szó, hogy jó dolog a forró, víz, a hideg víz meg rossz, mert fáj, meg ezek a dolgok, ezek nem ilyen szinten kell gondolkodni erről. És amikor a jó és rossz tudás fájáról van szó, azt mondja Isten, hogy azon a napon meghalsz. Ez nem a bűn következménye, hogy meghalsz, hanem annak a következménye, hogy belépsz egy olyan dimenzióba ezen az ajtón keresztül, amin keresztül meg kell tapasztaljad és ízleljed azt, amit addig a pontig Isten a világtörténelemben egyetlen személy számára adott oda, és az az ő fia. És ezért Isten azt mondta, hogy ha eszel erről, akkor meg fogod ismerni, mint ahogy az én fiamnak is meg kellett ismernie már. Ezt, hogy mit jelent a jó, és mit jelent a rossz. Megismereted úgy is, hogy ezt kikerülöd. Ha megeszed az élet fájának a gyümölcsét, nem tette Ádám, és hogy miért nem ebben ne menjünk bele. De a lényeg az, hogy Ádám számára a por állapot nem a halál miatt jön be. Ő alkalmas arra, hogy porrá legyen. Minden ember alkalmas. Ne gondoljátok, hogy az addig megteremtett állatok, azok folyamatosan szaporodnának. Már rég leestünk volna a föld széléről. Annyi bálna lenne, meg annyi hal, meg annyi ember, meg stb. Stb. Annyi gabona lenne, hogy már nem férnénk el. Ha nem lett volna, ezért mondom nektek, hogy a por állapot az Ádám számára, az nem a bűn következménye. Földi ember, földi. Porból vétetett, porrá lesz. Hogy ebben milyen titkot rejt Isten, ne menjünk bele. De nem erről van szó. Az ember életében a por állapot az nem a bűn következménye. Az átok, az a bűn következménye. Hogy hogyan jutok oda? És Ádám számára éppen ezért Isten odaadta neki. És azt mondta, hogy figyelj ide, ha eszel az jó és rossz tudás fájáról, akkor Isten ezt ugyan nem mondta, az ördög mondja, de Isten utána jóvá hagyja, akkor olyan leszel, mint én. Akkor azt az utat választod a valóság felismerésére, ami fáj. És ez pedig az az út, hogy akkor bejön az életedbe a halál, ami sokkal több, mint a porráválás. Útja, sokkal több és sokkal más, ne menjünk bele. És Ádám evett erről a fáról, és azt úgy döntött, hogy a valóság felismerésének azt az útját választja, ami utat maga Isten kiválasztotta és kijelölt az ő fia számára is. És ez pedig a halál útja. Ami a jó és rossz tudásának ugyanolyan gyümölcse, mint ahogy az élet fájából való evésnek a gyümölcse, az örök élet. És Ádám választott. És ettől kezdve kéz a kézben az engedetlenség és a halál oda-vissza kéz a kézben jár. A mai napig ez az életünknek a része, mert úgy döntöttünk, hogy a valóság felismeréséhez azt az utat választjuk, hogy meg kell ismerjük a jót is és a rosszat is, vagy fordítva a rosszat és a jót is. Ettől kezdve az ember életének nem kikerülhető útja ez. Nem léphetek be egyből abba a dicsőséges dimenzióba, amiben például egy angyal idézőjelben megszületik. Nem tudjuk, hogy jönnek létre.
az angyalok? Nem tudjuk. De egy angyal nem ismeri ezt meg. Ezért számukra Krisztus nem megismerhető. Mert ők nem járták végig azt az utat, amit Krisztusba Isten oda helyezett, hogy Isten az ő fiába eleve belehelyezte a halálra való üzenetet. Hogy ő neki meg kell halnia. Ezért mondja Jézus is, és ezért tanít az Isten ige is arról, hogy az égi magasságok nem ismerték meg ezt a bölcsességet. Mert ők az élet fájáról, így mond, esznek folyamatosan, ők választják újra és újra az életet, képtelenek felfogni, mit jelent a halál, ezért abba a dicsőségbe se tudnak belelátni. Mit jelent a föltámadás dicsősége? Mit jelent az, hogy a halálon és a jó és rossz tudásán keresztül, és az átkokon és a szenvedésen keresztül eljutni a diadalra és a feltámadásra? Ez csak azoknak adatott meg, akik annak idején úgy döntöttek, és mi mindannyian, hogy mi a valóságot és a meztelenségünket, tehát azt, hogy én kénytelen vagyok elismerni azt, hogy a földből vagyok, földi, visszatérek a porba, ahogy a gabona visszatér a porba, ahogy a cethal visszatér a porba, ebből van ma üzemanyagunk, ebből van ma szenünk, ha nem tértek volna vissza. Ez a meztelenségre való rájövetel jön az életünkben, mindenkinek az életébe, hogy porból vagyok, földi, visszatérek, és szükségem van arra, hogy egyek az életfájáról is. És tulajdonképpen, amikor Ádám ezért evett az jó és rossz tudás fájáról, a halál az nem a bűn következménye volt, hanem ez ugyanolyan gyümölcse volt ennek a fának, mint az életfájának az örök élet. Ez ennyire egyszerű. És Ádám így döntött. És azonnal észrevette, hogy mesztelen. Azonnal rájött, hogy az a test, amit Isten neki adott, az egy romlandó test. És kezdték beburkolni fügefa levelekkel. Mert ugye olyan dolgokkal burkoljuk be ezt a igazságot, mert ez valóság. Hogy mi porból vagyunk földi, visszatérünk a földbe. Hogy próbáljuk ugye elfedezni mindenfajta hazugsággal, hazug gondolatokkal, hazug érzésekkel, ideológikákkal, olyan tanításokkal, amik ezt el akarjuk ezelő rejteni magunkat, de már nem tudjuk. Mert már beléptünk ebbe a valóságba. Már kénytelen vagyok végigcsinálni ezt a valóságot. A jó hír az, hogy megnyílt az élet fájához vezető út is. És az angyaloktól eltérően az ember végig járja Krisztus útját. Azon megírva, hogy ha egy meghalt, akkor mindenki meghalt. De azért halt meg az az egy, hogy akik ezután élnek, ne maguknak éljenek. Ezért az, hogy olyan vagyok, mint Isten, vagyis jónak és rossznak tudója, majd ebbe belemegyünk mélyebben máskor, és ezen keresztül megízlelem a halált, ezen keresztül csak az emberi faj éli azt meg, amit Isten az ő fiának szánt. Angyalok ezt nem fogják tudni megérteni. És ez az üzenet nem is a földre szól, mert ez egy fájdalmas igazság. Hogy ezen végig kell mennünk. És hogy újra és újra ezzel szembesülnünk kell. Ezt csak az örök dicsőségben fogjuk meglátni, amikor egy angyal mellé fogok állni. Ma, ha egy angyal lejön ide és mellém áll, akkor én esek össze. Ha majd a mennyben ott leszek Isten fiaként, és odáll elém egy angyal, akkor azt fogja mondani, nagy tisztesség volt neked szolgálni a földön. És akkor az ember azt mondja nekem, ilyen hülyének, mint én voltam, ennyi vétekkel, meg ennyi borzalommal az életemben. És akkor azt fogja mondani az angyal, igen, mert te végig csináltad, olyan vagy, mint Isten, jónak és rossznak tudója. Én viszont nem tudom, mi a rossz. Én viszont sose tudtam meg, mit jelent igazán ezért a jó. Én mindig dicsőségben voltam. Nem tudom, mit jelent ez a halál. Mondja Jézus Krisztus is, Jézusról is az ige, ez egy nagyon szép ige, aztán be is fejezem. Ezeket a zsidó levélben mond egy igét, pont ezzel kapcsolatosan a Biblia, és nézzétek meg, a zsidó 2.9-ben azt olvassuk. Azt azonban látjuk, hogy az a Jézus, aki rövid időre kisebbé lett az angyaloknál, a halál elszenvedése miatt dicsőséggel és tisztességgel koronáztatott meg. Hiszen ő Isten kegyelméből mindenkiért megízlelte a halált. Amen. Az angyaloktól kisebb lett. Az angyalok sose ízlelték meg a halált. Egy angyal nem tud megölni. Tehát én szurkálhatom a kést, az angyalba lőhetem nyillal, mint, na mindegy, nem akarok megint ilyen példákat mondani, mint a király visszatér be a barlangba, Aragornék, és akkor átmegy rajtok a nyíl. Lőhetem őket, szurkálhatom őket, nem árt nekik. De nem is tudják, mit jelent Krisztus halála. Ők megmentették volna Jézust a keresztről. Mert nem tudták, hogy mit jelent, hogy meg kell halni az Isten fiának. De én tudom. És ezért tudom, mit jelent a feltámadás. Tudom, mi a jó,
és tudom, mi a rossz. És én ezt megízleltem, ezért olyan vagyok, mint az Isten. És ezt Sátán tudja, és ezt ellenünkre fordította Sátán, és örömmel, anélkül, hogy ő tudta volna, hogy mit okoz, önmagának is ezzel, örömmel kéjelkedett Ádám bukásában, mert Ádám tényleg elbukott, és tényleg vétkezett. És tényleg elkezdtünk vétkezni, ez igaz. De ezen az úton keresztül Isten viszont önmagához térített minket. És elvezetett bennünket az Isten fia megismerésének kegyelmére. És olyanok lettünk, mint Isten, ismerjük a fiút. És angyaloknak ez nem adatott meg. De Jézusnak megadatott. És nekünk is megadatott. És ez egy nagyon-nagyon nagy dolog. Ezért ma is, ilyen szempontból is az Úr halálát hirdetjük. Azzal, hogy fölemeljük az Úr testét, és megisszük az ő vérét. Ámen? Az Úr halálát hirdetem. Ez is amiatt van, mert megettük. Már nem úgy döntött. Már nincs más út. Viszont megnyílt a életfájához vezető út is. Ez Jézus. Ámen? Úgyhogy vegyük.